Csendéletek és a századforduló plakátjai láthatóak a hétvégén nyílt tárlaton Balatonkenesén a Kultúraházában. A helyi kézimunkaszakkör egy éve látott hozzá, Alfonsz Mucsa a szecesszió kiemelkedő képviselőjének számító cseművész képeinek reprodukcióinak elkészítéséhez. A tagok folyamatosan kapcsolódtak be a munkába, és kialakult a kiállítás anyaga. Ez számomra nagyon jó érzés és elismerés valahol, hogy kiállíthattuk a mi anyagunkat, és én nagyon büszke vagyok erre a kis csapatra. Bárhol megállnák a helyüket, mert nézek országos kiállításokat is, tehát ott is megállná a helyét bármelyik képünk. Most már olyan magas fokon tudja mindenki készíteni, hogy abba hiba nincs. És addig nem keretezünk, ameddig abba hiba van. És mit érdemes tudni magáról a technikáról? Hogy lehet elsajátítani ezt a technikát úgy, hogy ilyen színvonalú legyen, mint amilyen a most kiállított képeken látható? Úgy, hogy nagyon oda kell rá figyelni, tehát ennek megvan a bizonyos technikája, hogy balról jobbra öltünk csak, sehova máshová, és a hiányosságokat azt mindig pótolni kell, a színekben követni kell a festmény, vagy repro, akármit, ha készítünk. 8 éve működik a szakkör. Az eltelt idő alatt 6-ról 13-ra emelkedett a tagok száma. Ez annak köszönhető, hogy a kellemes légkörű alkotó közösségbe mindenkit szeretettel fogadnak, és aki bekapcsolódik a társaságba, otthon érezheti magát. A Goblin a kikapcsolódás egy fajtája a tagok szerint, amit örömmel végeznek együtt, hogy a hétköznapok eseményeit megbeszéljék, vagy akár receptet cseréljenek. Én egy évről tudok beszélni, nagyon nagy szeretettel fogadtak a szakkör tagjai, csak jót és szépet tudok mondani. Szeretettel, odaadással segítenek. A 13. vagy 14. goblejnemét tartok. Csak kedvtelésből csinálom, amikor kedvem van hozzá. És nagyon sok örömet okoz nekem. Milyen típusú képeket készít el? Teljesen vegyes. Virágokkal kezdtem, mint minden tanuló. És most már a színjeinek a lila ruhás nőtől az eljegyzés című képig ezt fejeztem éppen be, tehát fokozatosan Jucika segítségével, hogy úgy mondjam, haladok. A 19. századi hímzési technika helyi remekei október végéig láthatóak Balatonkenesén a Kultúraházában.